Mobiltelefonnal rögzítették a keddesti isztambuli repülőtéri robbantást, a merényletben 36 ember meghalt, 147 megsebesült. Még késő este a légikikötő teljes területét lezárták, a landolásra váró gépeket más törökországi városokba irányították. Magyar áldozatokról másnap sem írtak az internetes portálok. Szerencse, hiszen a turisztikai szezon derekán járunk. A korábbi években kedvelt utazási célpont volt Törökország, de az idei robbantás sorozatok miatt jóval kevesebb turista fordul meg a török rivierán. Itthon az utazási irodákban már az idény elején is tapasztalták, hogy a magyarok által is kedvelt Egyiptom, Tunézia mellett a török szállodákba is kevesebben akarnak foglalni. Nem tudjuk, hogy ez a mostani robbantás milyen hatással lesz a török úticélra, tehát a török rivierára. Azt minden esetre megjegyezném, hogy ugye az isztambuli repülőtér, ez az Atatürk, ahol most is robbantás történt, légvonalban mintegy 500 kilométerre esik a csárterek által használt antáliai repülőtértől. Nem tudjuk, meglátjuk, hogy hogyan alakul a szezon. A térképen látható a két repülőtér közötti távolság. Az utazók többsége viszont lemond inkább a csodás tájról, az all-inclusive ellátásról, és kevésbé kockázatos úticélt választ. Mi is kerüljük azokat a partokat, ahol ilyesmik vannak, tehát Törökországban most biztos, hogy nem mennénk. Inkább a horvát tengerpart, vagy az olasz tengerpart. Párizs sem biztos, hogy úticél most, tehát ez természetesen szerintem, aki gondolkodik, mindenkinek előre jön, hogy nem szabad most olyan helyre menni. Vagy hát vannak bátrak, be lehet vállalni, mert azért nem folyamatos ez a terrorveszély, de azért jó a körültekintő az ember. Az utazás szervezők is figyelik a kockázatosnak tartott turisztikai célpontokat. Amennyiben egy úticélt a külügyminisztérium nem utazható országok közé sorol, illetve külpolitikai, belpolitikai szempontból azt mondja, hogy magyarok ne utazzanak ebbe a térségbe, vagy pedig saját felelősségükre. Abban az esetben az utazás szervezők szokták engedélyezni, vagy az útnak a lemondását, vagy pedig az utas által egy másik úti célra történő foglalását. Érdemes utazás előtt online regisztrálni a konzuli szolgálat munkáját, ugyanis ez megkönnyíti, ha bajba jut a turista. Bulgáriát idén is sokan választják, és tengerparti nyaralásnál az egyhetes görög utakat is keresik. A szállodákban, apartmanos ellátásban széles a választék. A több gyermekes családok a belföldi nyaralást is kedvelik. Egerbe fogunk menni, majd jövő hónap elején wellnessezni, aztán pedig Hajdúszoboszlóra fogunk menni a hónap közepén. A hónap közepén. Akkor inkább az ilyen belföldi utakat részesítik előnyben mindenki. Hát igen, a kicsikkel most igen. A nagyobbik 3,5 éves, a kisebbik 1,5 éves, és most így nem akarunk messze menni. Itthon a családok egy hétre, 10 napra, de akár hosszú hétvégékre is elmennek nyaralni, ám összességében utazásra kevesebbet költünk, mint a korábbi években.